Amikor decemberben Nagy-Britanniában felfedezték a koronavírus brit mutánsát, azt tartották róla, hogy gyorsabban terjed, mint az eredeti, de talán nem olyan veszélyes. Sajnos a tapasztalat mást mutat. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre többen vannak kórházban. És a betegség is súlyosabban zajlik. Az RTL híradó gyűjtése is azt mutatja, hogy a járvány harmadik hulláma sokkal durvább, mint az első kettő. Az első hullám első hónapjában összesen 623 fertőzöttet találtak az országban. A második hullámban ennek több mint 27-szeresénél 16.912 embernél mutatták ki a kórt. A harmadik hullámban pedig ennek is a 10-szeresére majdnem 170.000-re ugrott az új fertőzöttek száma. A halálozások is hasonlóan alakultak. Az első hullámban 27, a második hullámban 104, a harmadik hullámban pedig 4137 ember halt bele a fertőzésbe az első hónapban. A halálozások számában negyedik napja világelső Magyarország lakosság arányosan az Our World in Data gyűjtése szerint. Ezzel pedig már az elmúlt 7 nap átlagos adatait figyelembe véve is vezetjük a tragikus listát, kevéssel megelőzve Csehországot. Az ellenzéki képviselők is ezzel szembesítették ma a kormányt a parlamentben. A mai nap is arra keltünk, hogy Magyarország világelső az elmúlt egy hét adatait tekintve a Covid miatti halálozásokban. Így tudják önök megmenteni az életeket. A helyzet 4-szer súlyosabb, mint az Európai Unióban, és 3-szor súlyosabb, mint Olaszországban, amit gyakran emlegetünk, mint rémítő példát. A miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára szerint az ellenzék vadásza azokat a statisztikákat, amelyek azt mutatják, hogy Magyarországon rossz a helyzet. A statisztikákkal kapcsolatban azt azért hozzátenném, hogy máshogy vezetik ezeket a statisztikákat egyes országokban, például nem mindenhol számolnak el minden egyes koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet. A kormány képviselői azt hangsúlyozták, hogy Magyarországon viszont sokkal többen kaptak már oltást, mint az Unióban. A mieink az dupla annyi, mint az uniós átlag, és erre mondja ön, hogy összeomlás. Hogyha a magyar összeomlás, akkor mondja már meg, hogy az európai az mi? Gulyás Gergely pedig azzal válaszolt, hogy az Európai Unióban tavaly jobban nőtt a halálozások száma, mint Magyarországon. Nem javaslom azt, hogy emberi életekről, illetve azok elvesztéséről folytassunk politikai versenyt, de hogyha önt ez érdekli, akkor Magyarország az legeredményesebben védekező harmadba tartozik. Ami a kormány felelőssége az az, hogy mindenki ellátáshoz jusson, aki megbetegszik, ez ma is biztosított. A kormánypárti és ellenzéki képviselők egy valamiben értettek egyet, mindannyian külön megköszönték az egészségügyi dolgozók munkáját.